Tehát a gazdasági válság miatt akár beszolgáltatók és a műsorszolgáltatók is nehéz helyzetbe kerültek, és keresik a túlélési stratégiákat. A mai fórumon elhangzott, hogy szükség lenne talán egy együtt gondolkodásra, együtt működésre. A Kábel Szövetség milyen eszközökkel, milyen módon, milyen területeken tudja őket segíteni? Úgy gondolom, hogy ez az együtt gondolkodással való fölhívás nagyon jó ötlet, és a szövetség ebből a szempontból katalizátorként tud majd működni, hiszen úgy gondoljuk, hogy a elnökség megkeresi az érintett műsorszolgáltatókat, vagy talán az ő szervezetünket, hiszen nekik is van egy ilyen hasonló érdekvédelmi egyesületre. Talán az is lehet, hogy a két egyesületnek kellene erről gondolkodni, hogy hogyan találhatnánk meg azokat az új értékesítési modelleket, vagy azokat az új nem szabályokat, de mégis inkább szokásokat talán lefektetnénk, a digitális tartalomgyártás föltételeit is rendezné, amelyek most még bizony rendezetlenek. Ez azt is jelenti, hogy a szövetség konkrét javaslatokkal áll elő ő maga, vagy pedig mondjuk a kábel szolgáltatóktól vár javaslatokat, és mondjuk ezt fogja a műsorszolgáltatókkal megbeszélni, illetve azok egyesületével. A szövetség az a kollektív bölcsességből él, tehát valójában én gondolom, hogy az elnökségi tagokat bíznánk meg azzal, hogy egy ilyen együtt gondolkodás keretében próbálják meg tényleg kitalálni azokat a ma még nem létező együttműködési formákat, amelyek adott esetben ajánlhatók lennének, vagy ne találtan elfogadottá válnának mind a két oldalon. Mik azok a területek szabályozásban, rendeletalkotásban, amire még a szövetség és a szakma vár, és segíteni a kábel szakma fejlődését, továbbütését, esetleg kilábalását is? Folyamatban levő ügyeknek a lezárását várjuk. Itt elsősorban a közösségi televíziókra gondolok, hiszen azoknak a terjesztésének a föltételei körül néhány dolgot tisztázott a médiatörvény módosítása, de bizony még sok olyan kérdés van, amelyeket a jövőben kell még tisztázni. Ennek egy része a hatósággal való együttműködés keretében tisztázható, egy részéről pedig úgy látjuk, hogy vagy a műsorszolgáltatóval kell megegyezni, vagy ennek hiányában elképzelhető még az is, hogy sajnos a bíróságra vár majd ezeknek a hiányzó paramétereknek a rögzítése. A másik téma a digitális átállás, amely a híreink szerint legkésőbb 2014 végére végrehajtásra kerül, és egyelőre még nem sokat tudunk róla. Ennek a föltételeit föltétlenül szeretnénk egyeztetni a hatósággal, és szeretnénk azt, hogy ezek a föltételek olyanok legyenek, amelyek a kábeltelevíziósok számára is megfelelőek, és a hatóság tényleg semlegesen, hatvan semlegesen fog ezekben a kérdésekben. Ma elhangzott egy koncepció, legalábbis többet tudunk a digitális átálláson, mint korábban. Ön mit gondol erről, ami ma elhangzott? Ez garantálhatja, hogy platform semleges lesz, hiszen úgy tűnt, hogy a hatóság erőteljesen törekszik. Igen, valóban ez így van. Úgy tűnik, hogy a dolognak ez a része valóban platform semleges. Ami az előzetes információ szerint viszont kifogástárgyát képezheti, 3,5 millió adatot szeretnének ahhoz begyűjteni, hogy megállapítsák, hogy ki a rászoruló. Ennyi adat egy kézben aggályosnak tűnik. A jogszabályi keretek egyelőre nincsenek erre meg, tehát szeretnénk tudni, hogy vajon biztos, hogy szükség van ezeknek az adatokra, szeretnénk tudni, hogy mi lesz ezeknek az adatoknak a sorsa, és hogy megfelelően megnyugtató módon, az előfizetők számára is megnyugtató módon kerüljen ez átadásra adott esetben, és utána pedig megsemmisítésre.